Nagy tisztelettel köszöntöm a BRSE TV kedves nézőit Zsinórban. Harmadszor rendeznek Békés Csaba vasas összecsapást mérkőzéseket a bajnoki döntőben. Az előző két évet a viharsarki lányok megnyerték, diadalmaskodtak, és most triplázásra készülnek. A finálé első mérkőzésén nagyon komoly összecsapásra lehetett számítani, a szurkolók pedig nem is csalódtak, hiszen kőkemény csatát vívott a hazai két legjobb csapat. Több mint egy órával a mérkőzés előtt már gyülekeztek a BRSE drukkerei a városi sportcsarnok előtt. A csabai szimpatizánsok már a mérkőzés és a döntő előtt optimisták voltak. Elég hosszú utat tettek meg. Alapról kezdtek, most már elég komoly csapat lett. Bízunk benne, hogy megnyerik a bajnokságot. Simán nyerünk. 3-0 simán nyerünk. Ma is, meg egyébként is nyerünk 3-0. Kevés időm van, ezért nagyon remélem, hogy 3-0-val nyerjük meg a döntőt. Nagyon remélem, hogy a BRSE fog nyerni. Végig győzelmet mind a három meccsen. Nagyon bízok a lányokba. Nagyon szeretem őket. Egy órával a találkozó kezdet előtt, aztán megnyíltak a kapuk. A szurkolók pedig nagy lendülettel indultak be a csarnokba, hiszen a leglelkesebb szurkolók már a bemelegítés alatt is látni akarták kedvenceiket. Mintegy 1500 szurkoló töltötte meg a városi sportcsarnokot. Már a bemelegítés alatt érződött a döntő feszültsége, mindkét együttes számára meghatározó volt a párharc első összecsapása. Mindkét együttes keményen kezdte az összecsapást, a fehérmezes Csaba azonban beleerősített, Bodnár Dorottya és Tanya Matics révén folyamatosan növelte az előnyét. A vendégek mestere 15-9-nél már másodszor kért időt. Ez sem használt, mert a BRSE nem lassított, és 25-14-re nyerte az első szettet. Hárítja a vasas! Hardy! És egy óriási bomba, Szakmári Gréta zárja le az első szettet, 25-14. A második játszmában főként Szára Klement jó játékának köszönhetően 16-13-ra meglépett a Csaba. A fővárosiak ezt követően fordítottak és Klein vezérletével 25-23-mal egyenlítettek. A következő felvonást is jól kezdte a házigazda, de a szett hajrájában a vasas került közelebb a 2-1-es vezetéshez. A találkozóba 23-21-es főváros vezetésnél kapcsolódunk be. Lássuk, Kordés megint csak. Kordés, és egy gyász, és egy gyász! Az bent volt, én innen úgy láttam, hogy bent volt. Klein. Tapítató a feszültség csarnokban. Matics fogadása. Jól sikerült. És Matics ütése is jól sikerült. Egymást zavarják. Csabai lányok. Kettős érintés, reklamált Jókai Zoltán. Megint döntetlen tehát. És jó nyitás! Szakmári! Felső sorokból is jön a taps. Nagyon jó nyitás. Matics kaparta fel a parketta alól azt a labdát. Ez egy nagyon kemény ütés. És megint vasas játszva labda lesz. 25-26. Macsi Evelin. A harmadik vasas játszva labda következik. Megint Maticsra jött a nyitás. Tálas teszi át! Aztán átmosolyog az egykori csapattársakra. Miklai Zsanett. Matics! Oda a vonal mellé. Klein és Miklai megkövülten, 27-27. Tálas, 28-27. Tálas. Hát is befejezése nem jó. És most Tálas érintését. Mind is tehát. Jó nyitás. Sós, ezt most nem lehetett keményebben megütni. Bolcsányi! Szakmári kemény ütése, Tóth. Nem különben. Jó, és az egy óriási out. Nem ér hozzá senki.
29-28. És a számításaim nem csalnak, akkor a harmadik Csabai következik. Tanja Matic. Nagyon jó nyitás, és megvan! 30-28. Micsoda játszma volt! A negyedik szedben Bodnár Dorottya és Szakmári Gréta is visszatalált a helyes ösvényre. A Vasasban nem volt elég erő a felfrissüléshez, így 25-15 és 3-1 lett a vége. A csabai vezetőedző szerint is az volt a kulcsa a mérkőzésnek, hogy vert helyzetből ők nyerték a maratoni hosszúságú harmadik játékrészt. A meccs előtt én többször hangsúlyoztam, hogy az első meccs a legnehezebb mindig ilyen sorozatokban. Mondom, ez a meccs bizonyította ugyanazt, amit elmondtam meccs előtt is. Lehetett látni, hogy még meccs előtt egy 2000 néző bent van, egy komoly energiát adott az egész, és hangsúlyt adott az egész meccsnek. Valahogy túl könnyen, mert nem is vártuk, hogy meg lett az első játszma, ilyen túl könnyű lesz. Gondolom, hogy a Vasas megmutatta ezt a második játszmában, meg lett túl korán gondoltuk, hogy megvan az a második játszma, és tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon jó és kemény játéka hozta ezt a második játszmát, és tartott ezt a magas szintet harmadik játszmában is. Megint mondom, hogy egy nagyon jó Vasas lehetett ma látni, úgyhogy ugyanilyen meccset várok csütörtökön Folyandár utcán. A mérkőzés egyik legizgalmasabb szakasza a harmadik játszma volt, ahol váltott vezetéssel mentek a csapatok. Ez a hullámzás nem csak a két együttest, hanem a játékosokat is jellemezte. A mérkőzés végére Szakmári Gréta is beellendült, amire nagy szüksége volt a csabai gárdának. Hullámvölgyek azok voltak bőven nálunk, személy szerint ugye természetesen nálam is, de úgy érzem, hogy még mindig ott van bennünk ez lehet, hogy az edzések ugye így jönnek ki nálunk, hogy ez a plusz, ez az, amikor a legvégén oda kell figyelni, annál a 28-28-nál, nem is tudom, ennyi volt az állás, hogy megvan bennünk az a plusz, hogy ilyenkor mi fordítsunk és mi nyerjünk. Az elmúlt két hétben nagyon sokat gyakoroltam, új ütésformákat is, magamat próbáltam folyamatosan fejleszteni, ugye, hát itt többé-kevésbé jött be, hát a hullámzó teljesítmény az szörnyű volt, de örülök, hogy tényleg egy negatív rész után sikerült pozitívan kijönni belőle, és tudtam építkezni. És a rossz az elment, és csak a jó maradt meg. Sós Nikolett ott volt az előző két döntőben is, majd mindkét szezon végén ő és csapata ünnepelhetett. Az idei döntő első meccse után egy lépéssel közelebb került a címvédő ahhoz, hogy újra a csabai csapatkapitány emelhesse fel először a trófeát. Ha jól emlékszem, akkor a tavalyi első mérkőzés, az 3-0 is, ez egy ilyen hengermeccs volt ott a Vasaspályán, ez azért teljesen más volt, mert erre számítottunk, hogy egy ilyen melós, brusztolós meccs lesz, és hát az is lett, tényleg, hogyha értékelni kéne, akkor mínusz 100-tól a plusz 100-ig mindenki végigjárta ezt a hullámvölgyet. De végére csak megtaláltuk a játékunkat, mert úgy visszahoztuk azt, ami az első szedben volt, és ez volt a kulcsa. Hát ez talán arra világított rá, hogy nem lesz ez egy könnyű menet, és hogy ezt kell bennünk tudatosítani. Azt mondta Sasi is, és én is egyetértek vele, ezt itt el kell felejteni, hogy ma mi volt. Nyilván le kell videózni, mert voltak úgy számunkra egy újdonságnak mondható dolgok, amikből tanulni fogunk, nyilván felkészülünk rájuk csütörtökre, hogy ne tudják ezt működtetni ellenünk, de ezt el kell felejteni, hogy mit nyertünk. A következő meccsre kell koncentrálni, mert ez a győzelem akkor fog érni valamit, hogyha ott is nyerni tudunk. A Békés Csaba ezzel a sikerrel 1-0-ra vezet a három győzelmig tartó párharcban. Folytatás csütörtökön a fővárosban, a Folyandár utcai csarnokban. A Bérese utánpótlás csapatai nélkül az utóbbi években nem nagyon rendeznek országos döntőt. Úgy tűnik, hogy ez idén is így lesz, hiszen fiataljaink mindent megtesznek azért, hogy mind a három korosztályban ott legyenek majd a végső elszámolásnál. Egyébként a gyermekbajnokság elődöntőjének második fordulóját itt Békés Csabán játszották. Az elődöntő első fordulójában igazi körbeverést produkált a négy csapat. A csabaiak mellett az Újpest, az MTK és a Kecskemét küzdött meg egymással ebben a csoportban. A Szent László utcai tornateremben utóbbi volt a házigazda első ellenfele. A kilátogatók fordulatos mérkőzést láthattak a találkozó első felében. A nyitójátszmát 25-22-re a Bérese nyerte.
A kecskemétiek nem adták fel és válaszoltak. Több mint 10 pont is volt a piros mezesek előnye. Óriási csapatmunkával visszajött a találkozóba Nagy Attila gárdája, de fordítani nem sikerült, így két szett után 1-1 volt az állás. A hazai lányok aztán újra erősítettek, a harmadik szettet szorosabb küzdelemben, a negyediket pedig simán hozták, így 3-1-jel vették az első akadályt. Lagzi Dóra a csapat egyik legnagyobb erőssége és az alapoknál kezdte a játékot. Harmadik osztályos korában került Nagy Attila kezei alá, azóta ő az edzője. Elsős koromban kezdtem, úgy kezdődött az egész, hogy a Béresének az egyik, hát ilyen edzője bejött az iskolába, és akkor kiosztott egy csomó ilyen kis szórólapot, hogy akkor aki szeretne zsinórlabdázni, megtanulni, az akkor jöhet, jelentkezhet. És akkor én úgy volt, hogy kimentem az udvarra, még tisztán emlékszem, kimentem az udvarra, és láttam, hogy a nyolcadikosok, hát röplabdázok az udvaron, és igazából felidegesített, hogy én ilyet nem tudok, és ezért jelentkeztem tulajdonképpen röplabdázni. Aztán hát zsinórlabdáztam első-másodikban, utána a harmadikban átkerültem a mostani edzőmhöz, Nagy Attilához, vele kezdtük el a röplabda alapjait megtanulni, és akkor azóta én itt maradtam. Nem könnyű hazai körülmények között pályára lépni, de a csapattal együtt ezt a feladatot is megoldotta. Nekem itthon mindig nehezebb játszani hazai környezetben, ez nem tudom miért van, így szerintem minden sportolónál máshogy van. Én most nagyon izgultam, de sikerült megnyerni, aztán fel tudtunk állni a csapattal, és ilyenkor nagyon fontos, hogy egymást bíztatjuk. Ha valakinek nem megy, akkor a másik megy oda hozzá, és mindig fordítva. A csapat másik utánpótlás válogatott játékosa, Juhász Réka, nővére hatására kezdett el röplabdázni. Alacsonyabb testmagassága, valamint pontos és stabil védőjátéka miatt került a libero posztjára. A mérkőzések közben ő az egyik leghangosabb játékos, folyamatosan biztatja társait. A csapat összetartását jelzi az is, hogy mindenki szalaggal a hajában lép pályára. Engem teljesen feldob, meg teljesen feltüzel, szóval ez egy, igen, egy ilyen jelkép, egy ilyen összetartozás. Hogyha esetleg meccsen nekem szétjön a masni, akkor ha éppen megyek, mert lecserélek a centerre, akkor mindig újra kötik, hogy jól nézzen ki, szóval ez szerintem fontos, mert a lányoknak eleve fontos, hogy szépen nézzünk ki, és tényleg ez egy jelkép. A csapat tagjai folyamatosan ott vannak a felnőtt együttes mérkőzésein, sokszor ők segítkeznek labdaszedőként, gurítóként. Juhász Réka kedvencei természetesen a libero poszton találjuk meg, az ő játékukat figyeli, tőlük próbál tanulni. Egyértelműen nekem Matyányi Rita és Spinreni. Nekik is az, hogy kitartanak és nagyon precízek, szóval ha esetleg az ellenfélnek van és 24-19-re vezetnek, ők akkor is odaállnak, megfogják, levédekezik, feladják és biztatják a többieket, és szerintem ez az, ami azért sokszor összetartja a csapatot. Nagy Attila az előzetes esélyek alapján is a hatos döntőbe, illetve érmes helyre várta a csapatot. Több olyan játékos is van, amely a Békés Csabai röplabda jövőjében komoly szerepet kaphat. Ez a csapatom, ez a gyermekcsapat. Ez talán a legjobb csapategységet mutató csapat, ha szabad ilyet mondanom, vagy gondolom a kedves nézők értik. Tehát nyilván ugye itt, mivel közösségeket kell alkotni 12, 14, 15 sokszor eltérő környezetből, más iskolából, más családi háttérrel, más szocializációval érkező gyerekekből, ezért ez mindig egy nagyon nehéz, de nagyon szép edzői és emberi pedagógiai feladat. Talán ez a gárda most meglévő 3-4 csapatot edzek ugye most a Béresében. Ezek talán a legjobban tűzben mennek egymásra, szabad így mondanom. Ez egyébként látszik a játékokon is, ők nagyon nagy szívvel, nagyon nagy lélekkel élik meg a kudarcot is, meg a győzelmeket is. Nagyon tudnak küzdeni. Ebből a csapatból 6-an korosztályos magyar válogatottak, 5-en a 2002-es és egy kislánya libero, a Juhász Réka. Ő a 2001-es válogatott keretének a tagja, nem érdemtelenül kerültek ők oda, nagyon tehetséges, nagyon ügyes játékosok, és azt látjuk mi az egyesületen belül, hogy ők nagyon komolyan veszik a röplabdát, és nagyon elkötelezettek, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy a következő 3-4 év múlva eljövendő Béres a jövőjében, ezek közül a gyerekek közül nagyon soknak szerepe lesz a Béres a felnőtt csapatában is. A csabai együttes a Kecskemét legyőzése után 3-0-ra verte az Újpestet és 3-1-re az MTK-t. Így magabiztosan jutott az országos döntőbe, amelyet június első hétvégéjén Nyíregyházán rendeznek majd.
1440 perc és több száz vers. Idén 5. alkalommal rendezte meg a 24 órás versfolyamot a Békés Csabai Jókai Színház. A Béres és lányok pedig szintén áldoztak a kultúra oltárán és csatlakoztak a 24 órás versmaratonhoz. Hát elindult. Nem volt két egyforma óra az egész napos versfolyamon. A vasárnap esti megnyitó után ugyanis egy-egy félórás blokknak külön házigazdája, díszvendége és vendégei voltak. Ez volt az 5. év, amikor a színház közös szavalásra hívta a Békés Csabaiakat. Világrontó nyilatkozásnak, égből lopott lángjától égek, s miket leírok, elpanaszlok, csak szóba ömlő semmiségek. A 24 órás versfolyamot Szarvas Péter polgármester nyitotta, majd az első fél órában a Békés Csabai röplabdás lányok mutatták meg, hogy nem csak a sporthoz értenek, hanem a világot jelentő deszkákon is megállják a helyüket. Hajnal is, alkon is, örömim hajnala, bánati alkonya. A házigazda a klub elnöke Baran Ádám és a magyar bajnok röplabda csapat volt. Az egyesület vezetése örömmel fogadta a felkérést, így egyértelmű volt, hogy a csapat bekapcsolódik a versfolyamba. Nagyon megtisztelő volt Seregi direktor úr felkérése, hogy itt a versfolyam első fél óráját a Békés Csabai Röplabda Sport Egyesület nevével fémjelezték. Ez egy nagyon komoly elismerés a klub számára. Több sajtóorgánumban olvastam már azt, hogy a színház dinamikus fejlődése, valamint a klub fejlődése között párhuzamot vontak. Élő, aktív kapcsolat van a felek között, többször is jártunk már csapattal megnézni egy-egy előadást, úgyhogy mindig jó szívvel és pozitív érzésekkel érkezünk ide. Egy közösségformáló hatása van, illetve a szurkolóink döntő többsége a lányokat arról az oldaláról ismeri, amikor a pályán elveszett labdát nem ismerve küzdenek sportfelszerelésbe izzadtan, csapzottan, és a lányok ezeken az alkalmakkor, amikor különböző hasonló eseményekre kapunk meghívást, akkor örömmel jönnek, szépen felöltöznek és megcsillantják azt a szellemi potenciált is, ami bennük van. Klubot, illetve a sikereket ennek is köszönhetjük, hiszen ez a garnitúra, ez egy magasan kvalifikált csapat szellemi értelemben is, és én ezért is nagyon büszke vagyok rájuk. A kezdeményezéshez olyan játékosok is csatlakoztak, akik nem csak kedvelik a verseket, hanem az alkotókedv és a tehetség is megvan bennük. Még nem szavaltam, itt ez volt az első, de többször hallottam róla, a csapaton belül jöttek ide verset mondani. Szerintem egy nagyon jó dolog, mert mindenki egy valamilyen szinten tud róla tudomást szerezni, és így hallani verseket. Egy pár éve, mióta itt vagyok Csabán, sokszor írtam verset magamtól, így a családról, szerelemről. Úgyhogy ilyen kötődésem van az irodalomhoz. A felnőtt csapat játékosai többek között Juhász Gyulától, Petőfi Sándortól és Vörös Marti Mihálytól választottak verset. A magyar bajnok együttes tagjaihoz az utánpótlás szakák képviselői is csatlakoztak ezen az alkalmon. Úgy van ez, hogy aki engem matekból az szereti az irodalmat, a viccet félretéve tényleg így volt, tehát én nem kedveltem túlzottan az iskolában sem a matematikát, fizikát, én inkább a magyar történelem volt a szívemhez közelálló. És hát van egy családi vonal is, ugye édesanyám, ő nagyon-nagyon szépen versel. Tőle a versek szeretete talán tőlük jött. Nekünk otthon a könyvesport mindig tele volt, Aditól kezdve, Pilinszky, rengeteg kötettel. Én ugye Baranyi Ferencet mondtam, nekem Baranyi Ferenc egy nagyon kedves költőm, én nagyon szeretem a szép magyar nyelvet, szeretem a választékos költészetet. Én azokat a rímeket szeretem egyébként, ahogy Baranyi versel, én ezt a hagyományt, tehát a Petőfi példa nem áll annyira közel a szívemhez, én szeretem azt, hogyha a magyar szépsége egy rímben kijön, és ő ebben szerintem zseniális, egy 20. századi költő egyébként. Neki a szerelmes költészete, vagy az érzelmesebb költészete az, ami nekem ugye közel áll a szívemhez. A Békés Csabai Jókai Színház a sportolók mellett népszerű színművészeket, alkotókat, előadókat és közéleti személyiségeket kért fel arra, hogy mondják el kedvenc költeményeiket. Ez volt a BRS TV 3. adása, legközelebb május 3-án jelentkezünk majd. Addig is tartsanak velünk és szurkoljanak a csabai lányoknak. Viszontlátásra!